Daru készíti elő a hatalmas acélszerkezeteket fényes Litke és Komoró határában. Már javában dolgoznak az emberek és a gépek, bár az elmúlt hetek esős időjárása nem könnyítette meg a dolgukat. Jelenleg főként környékbeli cégek vesznek részt a munkában, a talaj előkészítése például egy záhonyi társaságot bíztak meg. Közel van mindenki, mindenki otthon alszik, nem kell elmenni távolra. Nagyon, nagyon jó itt dolgozni. Rövidesen pedig még gyorsabb és hatékonyabb lesz a munka ezen a 125 hektáros területen. A kontinens egyik legnagyobb és legkomplexebb vasúti kereskedelmi központját építik, amellyel Magyarország is csatlakozhat a kínai selyemúthoz. A 21. századi technológiával felszerelt terminál alkalmas lesz vasútról közútra, közútról vasútra és vasútról vasútra is átrakni konténereket, konténertartályokat és félpótkocsikat. Az energia előállítását saját naperőművel biztosítják, és elektromos traktorok segítik majd a szállítmányozást a területen belül. Minden egy kicsit egy ilyen közvetudatos beruházás is lesz, ami azért kifoghatni szerintem itt a térségbeli vállalkozókra, és ami igazán számomra nagyon értékes, hogy itt bármilyen technológia, ahogy elmondta a befektető, bármilyen technológia, csúcs technológiát hoz ide, azért továbbra is számára legfontosabb az ember, egy teljesen más szintű bérszínvonalathoz, egy más típusú munkaadói gondolkodásmódot hoz be. Egyedülálló lesz a terminál abból a szempontból is, hogy az odaérkező összes járművet és rakomány csúcs technológiájú automata rendszerrel követik nyomon. 5G technikával fog az egész terület működni, tehát azt jelenti, hogy okos daruk lesznek, ami azt jelenti, hogy fülke nem nincs a darun, hanem bent egy klimatizált szobába, mint egy joystickkal fog a darus mozgatni. A darukkal évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert is lehet kezelni, amellyel Európa leghatékonyabb ilyen létesítménye lehet a fényes Litkei. A beruházás több száz munkahelyet teremt a térségben, ez pedig új távlatokat nyithat meg fényes Litke és az ukrán határvonalán fekvő egyéb települések számára is. Ami igazán a község számára nagyon fontos, igaz, hogy 35 regisztrált munkanélkülünk van, 10 közmunkásunk, tehát nagyon igyekvő lakosság, nőtt tavalyhoz képest 140-nel a lakosság számunk, nem csak emiatt a beruházás miatt, hanem egyszerűen amit a településen látnak, hogy ide érdemes befektetni a falusiak számára is, hogy fiatal ember 3 millió forintot befektet, az a 3 millió forint ez nem csak maradni fog 10-20 év múlva, és hanem ez ennek az értéke tovább fog nőni. Ez a beruházás csak rá fog erősíteni. A magánberuházás 22 milliárd forintból valósul meg, melyhez az állam 3 milliárd forintos munkahelyteremtő támogatást nyújt. Az átadást 2022 második negyedévére tervezik.